Sziasztok! Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Slinky, lemaradtál, négytől volt. Négytől volt járva. De ja, volt. Most viszont nem az van, hanem Diablo van. Hiszen kicsit kell lazítani is. És hát, mi másra jó a Diablo, hanem lazítani. Úgyhogy lazítunk egy kicsit. Már hogyha rájövök, hogy mit kell csinálni. Hát igen, Slinky, gondoltam, hogy azért a délután 4 az még ilyen simán munkaidő. Hát, ha más nem visszanézed a vodot. Jó, na, itten vagyunk. Elvileg most kéne beszélnem. Mert hogy itt van nálunk egy ilyen akármi. De nem vagyok benne biztos. Excellent. You have a Herodric staff. Carry it with you into Tal'Rash's tomb. Find within the tomb the chamber whose floor is inset with the circle of seven symbols. Place the staff into the receptacle you find there. That will open the secret passage into Tal'Rash's burial chamber. But be prepared for a fight. You'll likely have to kill Tal'Rash to destroy Bale. Okay. Hát akkor egy kicsit föltankolunk. Ebből, abból. 7-től 3-ig. Azért az komoly, mármint úgy értve, hogy azért az ritka, hogy 7-re kell menni. Jó, ez itt, hogy legyen nálunk, hát ezek meg nálunk maradnak. Hát most inkább ezzel megyünk. Ez jobbnak tűnik. Hát jó. Na, még farával beszélünk. Javítunk a felszerelésen. Jó, pénzünk nem maradt. Cuccaink rendben vannak. Jó, akkor már csak azt kéne tudni, hogy hova megyünk. Tal'Rash's tomb. Na, az hol van? Gondolom, el lehet waypointozni. A Lost City-ből kell menni? Na, várjatok. Excellent. You have a Herodric staff. Carry it with you into Tal'Rash's tomb. Find within the tomb the chamber. Circle of seven symbols. Circle of seven symbols. Place the staff into the receptacle you find there. That will open the secret passage into Tal'Rash's burial chamber. But be prepared for a fight. You'll likely have to kill Tal'Rash to destroy Bale. És ezt most nekem tudnom kéne, hogy hol van egyébként. De hát gondolom akkor a Lost City-ből kell menni. Csak itt hol van sírhely, vagy tomb. Faltövén egy barlang.
És a térkép jelzi? Mármint... Tudom, ez ilyen költői kérdés, de... Hát akkor majd megyünk a fal tövébe. A hát Slinky van, igen, sokan ezért szeretik ezt a korai kezdést, mert... Akkor délután tudnak ügyeket intézni. Inkább vérgólemet csinálom. Na, lassan teljes a banda. Sötét piros cucc a mapen, ami nem út. Hát... De most másmilyen ellenfelek vannak itt. Az az igazság. Háromszög alap. És itt most látnom kéne ilyet. Baszki. Ne csak a térképet nézzem mi. Gyengék a munkatársak, azt kell, hogy mondjam. Nagyon hamar elesnek. Fentebb lesz. Jó. Akkor ne erre jöjjünk. Hát... Már itt vagyunk. De itt menjek föl a lépcsőn, és ott lesz, vagy jobbra fent? De menjek föl a lépcsőn? Nem. Akkor ez. Ez itt egy fej. Az. Hát de itt... Hát, ha nagyon nem találjuk, akkor segítségül hívjuk valami online tartalmat. De úgy simán lehet, hogy nem is innen kell jönni. Hűha.
Ja. Baj van. Elfogytak a kollégák. Jaj, nagy a baj, nagy a baj. Its entrance with a symbol noted from the Arcane Sanctuary. Tehát az Arcane Sanctuary-ből megy, igen, és az hol van? Már csak az a kérdésem. Már ha jól értem, amit írsz. Jó, csak merre, mert itt elmegyünk a Lost Citybe, oké, és itt akkor hova? Tehát én nekem ez a kérdésem, mert itt gyakorlatilag majdnem mindent körbejártunk már. Tainted Sun. Hello, Miska. Igen. Szóval beszélj Drognárnal. Mondjuk ebben lehet valami. Na mindjárt ezeket megcsinálom, csak hogy legyenek kollégák. Jó, és akkor hazamegyünk. És akkor beszélj Drognárnal. De nem beszéltem vele. Tasha's tomb. Though I haven't found the tomb itself, I may have a good lead. No, hát, ha. The great Vigerai summoner, Horizon, built his arcane sanctuary somewhere around here. He was a powerful spellcaster and kept demons as slaves within the sanctuary. He kept a close eye on great events too, such as the imprisonment of Bale within Tal Rasha's tomb. If you could find Horizon's sanctuary, I'm sure that it would hold some clue as to the tomb's location. Though I doubt Horizon is still alive, you must proceed with caution.
There's no telling what could be waiting inside. When I spoke of this with Lord Jaren, he asked that I send you to him. Perhaps he knows of a secret entrance or the like. Jó, és akkor az hol van? A palota? Várjatok, meg közben lepakolom ezeket a szarokat. Ja, hogy ez itt van. De ezen a mappon. Ja, vagy a Jocelyn, vagy kicsoda, Jaren. Akkor, ó, oké, jó. A palota. Szevasztok. When the troubles began here, I allowed the terrified harem guilds to join me within the safety of the palace. All was fine until one night. Screams echoed up the stairwells from the harem. My guards arrived to find the poor girls being slaughtered by a merciless band of hell-spawned demons. My brave guardsmen tried to push the demons back into the mysterious rift from which they came. Ever since, my men have fought a losing battle. Demons have continued to pour through the rift into the palace. Ultimately, I hired Greys and his mercenaries to help protect the rest of my fair city. Drognan believes that the arcane sanctuary lies buried underneath this palace, since Lutkalain occupies the site of an ancient Vigerai fortress. My palace is open to you now. Take care. I have heard of your many deeds of skill and bravery. I feel I can trust you with something I have been hesitant to speak of. Drognan and I have concluded that the Dark Wanderer who passed through here recently was Diablo himself. Drognan believes that Diablo is searching the desert for the secret tomb where the great Horadric mage, Talrasha, keeps Bale imprisoned. You must find Diablo and put an end to the terrible evil that has fallen upon our city. Drognan is wise, and is sure to have some helpful advice for you as to how Talrasha's tomb may be found. It may take you quite some time to find the tomb. May you be ready when you do. Oké, azt hiszem mindent értek. Ez azt igen. Jó, és itt kell lemenni a HRM-be. Sherry Tadri, pont a stream apiról maradt el, ami amúgy tényleg érdekes szerintem. Na nem, mintha a többi nem lenne az, csak... HRM level 2. És ez ennyi? Resist cold. Hát akkor menjünk tovább. Wow.
Oké. Projekthez? Milyen projekthez? Mi a Pro 2? Te én nem is tudom, hogy mi a projekted amúgy. Egy család? Oké, jó. Jó, már beugrott. Úgyhogy már este van nagyon. Hát itt tényleg rendbe rakták ezt a háremet. Még körbejárunk, mert nehogy valami kimaradjon. Hát majd eljön az a nap is egyszer, igen. Jó, hát akkor körbejártunk. Ó, de ez nem a HRM le... Palace Cellar level 1. De az meg HRM level 3. Nem, ez... Ja jó, nem. Jó, erre kell majd tovább menni, de azért körbejárunk. Oké. Ezzel jutok vissza. Jó.
Ja, erre tudunk jönni tovább. Itt is fel tudunk menni vissza. Oké, erre jövő. Ja, vagyunk páran. Jó a buli. Mi történik? Oh! Ők is buliztak, csak nem akartak minket meghívni. Jó. És akkor mehetünk tovább. Hello, Kekerényi, szia! Ezek ilyen mérgező. Néha úgy megjedek az ilyen rohangáló csontiktól. Oké, új szint. Hírt azért veszünk fel, az kell. Erre jövünk tovább. Jó,
Jó, és akkor itt is le tudunk menni. Jó, na menjünk tovább. Manori charge. Oké. De szépek vagytok. Hát igazából nem gondolkodtam, mert most nem nagyon tudok, van időm gondolkodni ilyenen. Alapvetően. Hát ez sehogy se fér be ide. Pedig jónak tűnik. Jó, akkor tépj haza. Aztán eladjuk a vackokat. Szóval nem nagyon gondolkodtam rajta, tényleg. Kúcs legyen nálunk, mert múltkor is kifogytunk. Jó, ezt letesszük, és mehetünk vissza. Esetleg még itt adunk. Hát kicsit a csontikat erősítjük. Meg jó lenne egy kis vitality. Jó, mehetünk. Na nézzük. Hát... Jó. Menjünk tovább. Hát, Shady Todri lehet, csinálunk is szerintem. Csak most haladjunk még a játékkal tova.
itt visszajutottunk az elejére. Akkor elvileg voltunk mindenhol. És talán erre kell jönni. Na, csak nem látom, merre kell menni. Erre. Ha jól tévedek. Aha. És itt egy portál. És az Arcane Sanctuary. Wish I had time to study this bizarre dimension. Okay. Jó, 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 szuper. Csak megtaláltuk, hogy merre kell menni. Na. Jaj. Kicsit összekavarodok itt a sok teleporttal. Oké. Hát, én most nyomogatom a mappot, de kb. Így fölöslegesen. Hűha. A kollégák úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak a bulihoz. Nem szeretik a céges bulikat, úgy tűnik. Ó, XRT, ez nem is rossz ötlet. Milyen tea legyen? Hát igen, mondjuk... Akkor kéne egy pool, hogy miből lehet választani, és ez mondjuk, hát időről időre változhat, az a baj, mert nem mindig van ugyanolyan teám. Jó. Oké. Okay. Ah,
Hát nyilván én alkoholost hiába kérnek, tehát ez... szerintem azért a hallgatók sejtik, hogy itt nem fogok óra közben inni. Főleg nem ilyen vodkát, meg rumot, meg ilyen szarokat. Nem, most egy-két sört megiszik az ember. Nyilván nem programoz el streambe, az oké. De szerintem azért a hallgatók tudják, hogy nyilván így alkoholizálni nem fogok. De ja, amúgy nem rossz ötlet. Hát na jó, de a házi pálinkát esküvőn iszunk csak. De stream közben biztosan nem, tehát az... Na, teljes a létszám. És visszajutottunk ide. Mi is kell, amúgy az se rossz. Csak ki lesz a férj, meg ki a feleség, ugye ez azért nem mindegy. Erre nem voltunk, ugye? Ja. Mert még a papasz csak-csak. Warhammer? Hát... nem is tudom, hogy szerintem játszottam én a Warhammerrel, csak... hát nem mostanában, az biztos. Hát igen, Night Angel, hát tudom, hogy van sok. Oké. Na, fővesszük a szajrét. Heal. Legyen Warhammer. Hát mondjuk csatornapontén lehet kérni. Jó. Közös játék hallgatókkal. Hát igen, amúgy az már biztos, hogy lesz, mert ugye kértek a hallgatók
CS:GO-t is, Valorantot is. Én meg már megint eltévedtem. Szóval ezek biztos lesznek. Nem erre kell jönni. Itt a lépcsőn lenne valami. Megnézzük. Ja, szóval lesz hallgatókkal játék. Csak még nem látom pontosan, hogy mikor. Nem, erre is voltam. Csak ez itt ilyen vicceskedő teleportálási lehetőség. Igen. Semmi gond, oda találunk, csak... Talán erre? Nem, nem erre. Igen, Sedit Adri, tudom, csak ez ilyen megszokás. Ja, erre, erre, erre. Mi az, hogy nem? Nem, nincs, nem is erre kell jönni. Jó, hát mondjuk itt még lehet más irányba is. Na mindjárt megfejtjük ezt. Szerintem csak ilyen stoke bolyongás van most, hogy... Tehát erre még nem voltunk, mondjuk. Az a csonti hogy került oda? Jó, körbeállták. Szia, uram. Nem, abba hagyom. Cat Mario-t ne. Az biztos, hogy nem. De amúgy mindegy, mert van hallgatói projekt Rage Game, szóval... Ha minden igaz, akkor, és jól sikerül a játék, akkor az biztos lesz, de Cat Mario-t azt tényleg ne. Jó játékokat váltsatok ki tényleg. Azért nagyon sok jó játék van. Meg vannak tényleg nehéz játékok is, de csak azért, mert egy játék idegesítő. De már a Sims is sokkal jobb, mint a Cat Mario. Hát, amúgy a Cat Mario, Shedit Adri az egy ilyen...
Rage game, hát tulajdonképpen egy Mario, csak ilyen, tehát olyan, mint egy Mario, sima Mario, csak kicsit módosítva van a pálya, hogy ilyen nem idegesítő legyen. De keres rá majd ezt, biztos találsz videót, még híres emberektől is. Hát a Dark Souls az inkább egy kihívás, én úgy gondolom, egy elég komoly ráadásul. Meg ott az türelmesnek kell lenni, meg kell tanulni a bosszokat. Szóval maguk a Dark Souls-ok nem azok, inkább a... ami a nem túl jól sikerült Dark Souls, Souls-like game-ek, na, inkább úgy fogalmazok. Azért van egy-kettő, ami nem feltétlenül sikerült szerintem olyan jól. De mindegy. Amivel tuti fogok játszani, hát hogy streambe vagy nem, az majd még addig kiderül. Az az Elden Ring, az biztos. Fő gyújtanak végül is. Azért nem XRT, mert Linuxon még nem élesítettem be a Nvidia Broadcast-et, mert lusta vagyok. Itt a zöld háttért az Nvidia Broadcast adja. És az nincs ilyen sima telepítős Linuxra, hanem csak API van. És még nem írtam meg a programot, mert lusta vagyok. Erre már voltunk. Ez az egyik, a másik meg ugyanígy nincs ez a mikrofonos setup. Mint hogy ez a mikrofon van, csak nem ezzel a keverővel, amint most használok. Mert ugyancsak nincs rá szoftver. És lusta voltam még megírni. De lesz majd progon is zöld háttér, csak meg kell írni az apit. Mármint, hogy meg kell írni a programot. Van Chroma Key, igen, csak zöld hátterem nincs. Ezt tudom, hogy Chroma Key van, csak... tehát ahhoz kéne egy jól bevilágított zöld háttér. Ami nekem nincs. Mármint, hogy a fal a zöld, az kétségtelen, csak azt jobb be is kéne ugye világítani. Na jó, hazatépézek, mert ezt a sok szart nem tudom hazavinni. Így van, M-Chief, pontosan, tehát
A Nvidia Broadcast elég jól működik, GPU-n fogja és leveszi a hátteret. De akár ki is tudnám cserélni ilyen videóra, meg sok minden egyébre a hátteret. Tényleg jó sok szar van nálunk. De kell nekem ez a sok izé. Plusz 4 strength. Plusz 14% poison resist. 9 life. Na csak amíg hazahozom a cuccokat, addig kipakolom ezeket. De egyébként azon is gondolkodtam, hogy ezt az OBS... Nvidia API-t... Na csak kinyögöm, tehát nem olyan nincs, hogy OBS Nvidia API, hanem az, hogy ezt a Broadcast API-t meg lehetne írni az OBS-be egy órai projekt keretei között. Tehát, hogy órán írnánk meg konkrétan. Mert akkor ugye két lejet egy csapásra, tehát programozunk is, meg megírom. Figyelj csak, hát az nem csak úgy van, hogy zöld háttér, azt teszkós lámpa, mert tehát rendes, olyan kell, ami jól veri vissza a fényt, ez mindenképp, akkor nem árt olyan lámpa, ami nem gyullad ki menet közben. Alapvetően mondjuk a ledek alapvetően nem szoktak, de azért ezek nagyon drága dolgok, tehát na és akkor megint irány haza. Szóval ezek tényleg drága dolgok, hogy jó világítás, jó... Az Nvidia Broadcast meg kvázi ingyen van. Valóban, hogy nem olyan jó, mert néha picit bebugol, meg úgy néha olyan úgy vibrál, bár itt most éppen nem látszik. Nem olyan vészes. De azért az tényleg nagyon drága dolog, hogy most mit mondjak, egy jó zöld háttér tényleg ilyen 100 000-es nagyságrend, de mondjuk az ilyen kihúzható, ami van a Elgato-nak például, az is azért elég drága, az is szerintem 50-60 000 forint körül van, ha nem több, és akkor még ilyen jó LED lámpákat venni. Tehát, hát drága dolog, na. Tényleg. Tehát szerintem ilyen simán rá lehetne önteni ilyen 2-300 000 forintot, és akkor még nem biztos, hogy meg vagy elégedve, és akkor még ott vagy, hogy amúgy a kamerád meg szar hozzá. Mert ez a webkamera, ez azért, hát megvannak a korlátai. Mert ugye minél jobban bevilágítod, meg minél jobb a háttér, meg minden, annál jobban látszik, hogy hát a kamerádnak vannak hiányosságai. Opa! És akkor már vegyél egy jó webkamerát, sőt, hát nem is webkamerát, mert amennyire árulják manapság a webkamerát, én nekem nem lenne... Nem vagyok hajlandó annyira webkamerát venni. Na jó, most már összelútoltunk mindent, úgyhogy visszatesszük a cuccokat. Szóval annyi pénzén nem vagyok hajlandó webkamerát venni, amennyi járulnak manapság.
Tehát 100.000 forint egy webkamera, annyi az ember vesz már egy... egy mirrorless vázat. Hát kicsivel többért mondjuk. Na. És akkor tényleg pikpakot vagyunk, hogy 500.000 forint elment arra, hogy a fejem jól nézzen ki. Ez annak mi értelme van? Hát az OBS az CPP, és szerintem a Broadcast API is CPP-be van. De mondom, annyira lusta voltam, hogy még ezt sem néztem meg. Nem a Canonnal nyomom, mert az fölidegesített. Olyan értelemben, hogy van rajta Type-C, mert nekem van egy Milc gépem, és van rajta Type-C csatlakozó, de ha a webkamera üzemmódban van, akkor nem ott veszi fel az áramot. Sőt, nem vesz fel ott áramot. Gyakorlatilag. Hanem az aksiról veszi fel az áramot. Amilyen értelmezhetetlen dolog. Nem tudom, hogy más Milcnél DSLR-ni hogy van, de ehhez a szar, nem szar, mert amúgy nagyon jó, de ehhez venni kell egy olyan táp egységet, aminek az egyik vége a konnektorba megy, a másik vége meg a aksi helyére. Tehát ilyen übergagyi valami. Láttam ilyet még a 2000-es évek végén. Akkor tényleg ilyenek voltak. De most már az elég gagyi. Mert hogyha Type-C-n átadná az áramot, tehát venne fel áramot, akkor simán azt használnám egyébként. Mert akkor nem kéne ilyen nagy díszkivilágítás a fejemnek, hanem egy picivel kevesebb fény is jó képet adna. De ez valami rettenetes, hogy... Na mindegy. Hát aksival olyan 2 órát bírt ki, egyszer kipróbáltam. Nyomtam egy Witcher streamet, még nyáron. Kipróbáltam, hogy meddig bírja. Hát olyan 2 órát körülbelül. Mondjuk még egy, ezért kibírna, amúgy egy programozás streamet, az simán. De ilyen játék streamet már nem. Ezek azért tipikusan hosszabbak, mint 2 óra. És jó, mondjuk 2 aksim van, de hát az mekkora gáz, majd meg kell állni menet közben. Várjatok már, mert aksit cserélek a kamerába. Na mindegy, amúgy lehet, hogy nyilván biznisz okai vannak, ezt nem tudom. De hát, hogyha ezen akar a Canon nyerészkedni, hogy vegyél meg 20.000 egy ilyen vackot, az eléggé kis pálya, tehát... Mert jó, alapvetően nem lehetett, tehát ez nem... Tehát ilyen webkameraként nem is lehetett el használni, hanem utólag rakták bele ezt a feature-t, egy software update-tel. Hát mindegy, akkor is azért... Teáért kimenni nem gáz. De most már majd veszek ide egy csáját. És akkor abból mindig tudok tölteni. Na jó, de az alma az egy más szint. Tehát a 350.000 forintos monitortalp. Mert tudod, az még egy dolog, hogy azt mondják, hogy 1000 dollár, de az itt 350.000 forint. Jó, hát nagyon biztos kurva jó talp, én ezt nem vitatom.
Meg lehet, hogy a törlőkendő is egyszer törlöd le évente. Azt... Tényleg egyszer letörlöd, azt egy évig nem kell utána. Azt én nem tudom. De ja, vannak érdekes árazási dolgok. Miért? XRT, az a baj, hogy ha van is rajta HDMI kimenet, én nem tudom a gépem amibe bedugni. Már van, meg nincs HDMI bemenet. Az kéne egy capture card, abban igazad van, hogy az úgy már jó lenne, de az a baj, hogy akkor is aksiról megy. Mert nincs hozzá, tehát olyan tápegység nincs hozzá, amit bedugod a konnektorba, és megy folyamatosan. És egyébként ez stúdió munkánál is rohadt szar, mert érted, mit tudom, van egy stúdióban, csinálsz ilyen portréfotót, akár ilyen 4-5 órán keresztül, hát sőt, akár egész nap. Úgy simán lehetne az, hogy bedugod a konnektorba, és akkor nem az aksikkel fárasztanod, de nem. De mondjuk ez az én gépem a következő generációban, ha jól tudom, ezt már megjavították, hogy a rendes tápegysége. Na mindegy, szóval az, hogy tudjam így használni, ahogy HDMI-n, az kéne egy capture card. Vagy egy ilyen capture stick, vagy valami. A PD tehát az a furcsa, hogy a PD működik, mert ha kikapcsolom a gépet, a fényképezőt, akkor, akkor tölti az aksit. Az a baj, hogyha bekapcsolom, akkor se az aksit nem tölti, se nem az látja el árammal a gépet. Tehát a PD működik. Ez a Power Delivery, ha esetleg valaki nem nincs otthon a rövidítések világában. Ugye Type-C-nél ezt hívják, ez az a szabvány, ami bizonyos áram mennyiséget biztosít, ad le, stb. Ez a szabvány talán. Tehát, hogy tudod tölteni a vacskaidat, magyarul. Tehát mondom, az aksit tölt, ha ki van kapcsolva a gép, akkor én úgy szoktam tölteni az aksit, például. Szóval nem tudom, hogy vagy rosszul tervezték a gépet, vagy rosszul írták meg a firmware-t, vagy nem tudom. De az biztos, hogy bosszantó. Azt mondjuk azt most leszögezném, hogy nem ezért vettem a gépet, hogy majd nekem itt webkamerának fog üzemelni. Így van, tudja tölteni USB-ről. Csak webcam módban se az aksit nem tölti, se nem a Type-C-ről látja el árammal. Tehát mondom, teljesen misztikus, hogy az aksit föltölti amúgy. És elég gyorsan, tehát tényleg jól működik. Ó, dehogy is segít Adriát ez. Figyelj, amúgy én alapvetően meg vagyok elégedve most a setup-pal. Mert igazából nem kérek tőle sokat, ha most belegondoltok. És azért, ha most nézitek, a Far Cry 6 megy recsenés nélkül. Úgyhogy nekem ugye erről a gépről megy a stream is. Tehát a játék is, meg a stream is ugyanazon a gépen megy.
És amellett, hogy streamelek, mint most nektek HD-ban, még megy a rögzítés 2K-ban. Mert YouTube-ra meg 2K-ba töltöm föl. Hát igen, lehetne javítani a minőségen, ez kétségtelen, de ez tényleg komoly beruházás kéne már itt nekem. De mindenek előtt meg kéne írni a Nvidia Broadcast-et OBS-hez, tehát ezzel kéne kezdeni. És az már nagyon sokat javítana a helyzeten. Meg szoftvert írni Linuxra a keverőhöz. Az lenne a másik, amit meg kéne csinálni. Mert Windowsra van tök jó szoftver, amit ugye a gyártó adott ki hozzá, csak az Linuxra nincs. És azt is meg kéne írni. Tehát mondom, ez a két dolog, ez már nekem olyan lenne, hogy jelentősen javítana, és ez egy fillérembe nem kerülne, csak le kéne ülni, megírni. Hát ez lenne a jobb setup, tehát ez a jó az, hogy vettem ezt a keverőt, ez a hangminőségen javít meglehetősen sokat. Most már nincs Windowson doboz hangom, mármint hogy nekem továbbra is doboz hangom van, de a mikrofonnak nincsen. Az mindenképp egy javulás ilyen értelemben. Linuxon meg eleve nem volt olyan vészes, mert ott valamiért jobb a szoftver, szerintem, amit eleve adnak az oprendszerhez. Hát az a baj, hogy a keverőhöz nem nagyon van. Nézegettem, de olyan, hát nem az igazi, inkább ez tényleg, ahogy mondja a XRT, hogy inkább drivert kéne írni. És ez is ilyen megalkuvásos dolog lenne, mert már úgy értve, hogy itt végigjöttem. Tehát, hogy nem tökéletes megoldás. Na, csak oda találok, mert Ez első lépésben mindig csak driver, és az, hogy én itt át tudjam állítani a hangerőt, ez tehát nem egy ilyen fizikai potméter, mármint fizikai potméter, csak a szoftver húzogatja a hangerőt, tehát szoftverbe halkít. Szoftveresen halkít pontosabban. Tehát ha lehúzom a potmétert, akkor tulajdonképpen a Windows hangerő szabályzóba húzza le szoftveresen a hangerőt. És ez az, amit még meg kéne írni, hogy ez is működjön, hogy csak hát ugye ez meg akkor Linuxot kéne piszkálni, ami hát mondjuk nem lehetetlen nyilván, tehát nem az. Hát itt elég nagy aprítás megy, azt kell, hogy mondjam. Kollégákat, azt csipegették rendesen. De mondjuk az még a kisebbik gond, hogy a Linuxhoz, mert Linuxot azért elég egyszerű így átérni, csak na mindegy, macerás, olyan értelemben, hogy idő. Tehát ez azért sok idő. Hát igen, MCIV. Hát gyakorlatilag, ja.
Jó combosak lettek ezek a gúlok. Hirtelen. Meg ami másik dolog, ami még úgy ilyen nagy fejlesztés lenne nekem, de az már tényleg pénzügyi döntés. Az a egyre jobb mikrofon. Mert ez a mikrofon, ez nem igazán a beszédhanghoz van kitalálva. És az már tényleg egy pénzügyi, az egy teljes mértékben pénzügyi döntés. Sajnos nem, meg nekem abgetem van. De az sem működik. Én csak a lútér jöttem. Mi az a nagy kecskefej? Na, akkor megint megyünk haza. Amúgy azon is gondolkodtam XRT, hogy áttérek teljesen virtuál boxra. Láttam ilyet is, nem tudom, Kid Bogát ismeritek-e, ő is itt streamel Twitch-en most már egy ideje. És jó, mondjuk ő neki más miatt, meg neki tényleg brutális setupja van, de ő csinálja ezt, hogy egy virtuális gépen van, csak ott azt hiszem, mondjuk lehet, hogy neki pont fordítva van, hogy egy Ubuntu van hátul, és arra rakod fel egy VirtualBoxba egy Windows-t, és ott megy neki a stream. Repareljünk. De ezen is gondolkodtam, hogy a felrakok egy VirtualBoxot, vagy valami virtualizációs rendszer, környezetet, és abba megy majd a programozás. Na, akkor megint menjünk haza. MC, az is jó. Hát igen, ez a másik dolog, hogy tényleg a shared GPU-val mi a helyzet, de ha mondod, hogy működik, az biztató. Hát az mindenképp jól hangzik. Na, veszünk fel a kulcsot. És akkor kinyitjuk még azt a ládát. Na, merre vagyunk? Jobbra Mac, balra Windows, alap meg Linux. Hát, az is jó. Nem csiv, ez érdekes, érdekes. Na, bolyongjunk egy kicsit.
Mert úgy érzem, hogy mindenhol voltunk, csak... Hát én már nem vagyok biztos semmiben. Más kérdés, hogy mondjuk a proxtreamekhez most nekem GPU nem nagyon kell. Már úgy értve, hogy a mi feladatokat csinálunk, bár most majd azért fog kelleni valamennyi, hogy elkezdjük a gépi tanulós példákat. Na, itt erre még nem voltunk. Jó. Szóval... Jaj. Ez így van, MCIV. Bár azon is egész kényelmes azért fejleszteni, alapvetően elég sok mindent. Ó, és rögtön jöttünk volna egyből ide, ugye? Na, gyerünk. Hát igazából Python példák, csak hát most mit csináljunk Pythonba? Nyilván gépi tanulós példákat nézünk. Python-t lőtted be, Shadit Adriatelon? A Twitch-et. Jó, a chatbot lesz a másik példa. Csak azért mondtam, hogy tehát a chatbotot igazából már ilyen fél év végi mókázásból csináljuk. Mert tényleg kértétek itt sokan nézők, hogy legyen már egy chatbot itt Twitch-en. Mivel mit tudom én, meg lehet kérdezni, hogy milyen tel van, meg ilyen mókás dolgok, és akkor azt megírjuk Pythonba. Nem biztos, hogy a Python lenne arra a legjobb amúgy. De azt megírjuk Pythonba még, de az inkább gépi tanulás, mondanék én, hogy arra nagyon jó a Python. A XRT, IRC, a régi szép idők. Hát én még ott kezdtem csetelnie. Az vagány volt nagyon.
tudok, tehát IRC-n keresztül elérem a Twitch chatet. Az ilyen érdekes dolgokat vet fel. Hát igen, a chatponthoz az ilyen Java-e volt talán. Hello para, üdvözöllek. Már is csak itt foglalkoztatnak a... Ki tudja mi ez. Én ezekre a gömbökre gondoltam. Itt a... Jó. Megnézem ezt az IRC dolgot. Meg ez lehet, hogy a bot kapcsán is érdekes lesz, bár ott lehet, hogy majd... Hát nem tudom. Meglátjuk. Na most még olyan nagyon nem mélyültem el benne. Ugye ja, őszi szünetbe tervezek jobban ráfeküdni erre a chatbotra. Összeszedek egy pár ilyen jó kis gépi tanulós keraszos tenzorflós példát, ilyen jó deep learningest. Csak hogy fűtsön az a GPU. Aztán az mondjuk hamar megvan, nagyjából még emlékszem is, hogy mi az, ami ott érdekes. Picit ott utána olvasgatok, hogy van-e valami friss dolog. Aztán utána ráfekszek tényleg erre a Twitch chatbotra. Csak jó lenne egy saját. Mert ugye mindenki, akit itt Twitch-en láttam, nagyon kevesen használnak saját chatbotot, tehát saját maguk által írtat, hanem valami olyat, amilyen ez a Streamlabs-es, vagy valami ilyesmi. Vagány lenne egy saját. Nem, most már tényleg kiteszem publicra a Prog 2 repót. Most már végig, hát, ugye pénteken még átbeszéljük a modulokat, és akkor utána tényleg kiteszem publicra, most nem érdekel, hogy még nincs kész az Android app. Valamit már csinál. Nagyon gagyi még, nyilván, mondjuk sokkal jobb nem lesz később se, de még nincs kész, de mindegy kiteszem, és akkor legalább a többi kódcsipetet tudjátok nézegetni.
Hát Miska, egy nagyon egyszerű, van rajta két gomb, és ha megnyomod az egyiket, akkor elküld egy, vagy bármelyiket küldöd, elküld egy JSON üzenetet, egy ilyen sima stock socket server, Java socket servernek. Tehát semmi parádé, csak tényleg ilyen nagyon egyszerű valami. Hát kb. 30 sor, igen. A socket server meg inkább 8. De ebben már benne van az is, hogy kiírja az üzenetet. PR-eket? Milyen PR-eket? PR. Most hirtelen nem tudom feloldani. Lassan mehetünk haza Potionért. Pull request, ja. Hát mindenki csinálja a saját repóját. Most nézem, hogy elfogytak a kollégák. Olyan ampli... Na, Ezsike hol lehet? Ezt nem tudom. Swagger Open API, hát igen, de ezeket, hát őszintén szóval most nem tudom megmondani, hogy tanulják-e amúgy a hallgatók más tárgyakból, szerintem lesz ilyesmi, vagy webfejlesztésem, vagy szoftverfejlesztésem, valahol. Az a baj, itt nekem nem nagyon fér bele az, hogy ilyen konkrét technológiákat is megnézzünk. Jó lenne, amúgy. Csak... nagyon a... alapozáson van a hangsúly. Na jó, és most megyek haza. Hát nagy pósenem nincs. Elvileg tudnék csinálni, csak most
hogy ne bajlódjak vele. És akkor párat még azért bedobunk. Nehogy baj legyen. Felvillant a quest log. Oh, oké. Okay. Akkor még nem erre jövünk. Annál is inkább, mert mindjárt jó megerőszakolnak. Amit hát... Most itt mindenki előtt nem kéne. Úgyhogy még eljövünk erre. Hát figyelj, amúgy Python nem olyan vészes. Mármint az alapok. Nyilván azért ott is meg, Pythonnak is megvannak a maga finomságai. Na jó, hát azt hiszem, hogy körbe mentünk. Úgyhogy most akkor már megyünk oda. Kill the summoner. Easy peasy. Mi olyan vicces? Na mi van? He was not Horizon. He was a deluded fool who got too close to true power. Nem röhögött. Jó. Hát hazaugrunk. Hazavisszük a cuccokat. Ja, hát persze, hát azt a könyvet, azt mindenképp javaslom. Tényleg az nagyon jó. Nagyon, van egy nagyon I've been thinking about the problems in Jaren's palace. Perhaps this has occurred to you as well. If those cellar passageways lead to the arcane sanctuary, then that is where the demons came from. Nem ezt akartam mondani mi. Na mindegy, quest completed summoner. Oké. Okay. Jó. Unidentified. Jó, irány vissza. Hello, nem Ninja Yoda. És a zsurnál. But know that the glowing glyphs recorded here in my
sanctuary are the signs of the six false tombs. The missing seventh sign marks the tomb of Tal Rasha. Of the Herodrum, he might be called the foremost. It was a shining but brief moment for the mage clans when they set aside their differences and worked together against the common enemy. The Herodrum relentlessly pursued the three across the desolate empires of the east and even into the uncharted lands of the west, leaving the Archangel Tyriel's hands unblemished. Presuming the three to be vanquished, the Herodrum's unstable fellowship began to dissipate, abandoning their sacred charge to safeguard the three soul stones. The disparate mage clans began to squabble amongst each other over petty differences. Their conflicts not only dissolved their brotherhood, but strengthened the evils which they had buried beneath the cold earth. Érdekes. Hello, Stopsoros, jó estét! Csütörtökön folytatjuk ezt a saját típusos dolgot C++-ba. Aztán írunk a dateclasshez operátort, amivel ki tudjuk írni. Meg pár ilyen apróság. A csütörtöki nem lesz most olyan hosszú, mert viszonylag jól haladtunk szombaton. Úgyhogy, de mindegy operátorokat fogunk írni főleg. Meg még picit javítgatjuk a date class-t. Alapvetően. Hát nem nincs a jó, de azért tessék az AI-ra is készülni. Haladunk. Jó, quest. Nagyon jó. Tárásá tumb. Jó, és ez a szimból tárásának. Jó, hol vagyunk? Nem találom el, basszus. Érted, így megy előlem. Hú, még mindig nincs pontos. Én most jövő héten fogok nekiülni megírni a Twitch chatbotot. Tehát az már megvan, hogy mikor készítem el. De hát november talán, de lehet, hogy elcsúszik decemberre, most ezt még nem látom. De szerintem november vége inkább. Most jön egy őszi szünet a hallgatóknak. De nyomjuk. Srácok, csak nehogy az legyen, hogy ma jó rám fogjátok, hogy kérdezi a tanár, hogy miért nem tanultatok. Hát Renátót néztük, mert diablózott Twitch-en.
Jó. Gyerünk tovább. Persze, hogyne, a Prog csatornába akkor be fogom írni. Tehát amint látom, az már megvan, hogy így a fél évnek mi a további ütemezései, így ZH-kkal meg ilyesmi, de lehetnek csúszások, amint látom a pontos dátumot, okvetlenül beírom a Discordra. Tehát dobok egy bejegyzést. Szerintem a Prog channelbe. Én mondanám, hogy kiírom Twitterre is, bár ezt nem biztos, hogy te ott vagy. Oké. Hát figyelj, amúgy én is csak azért vagyok fel, mert van pár kutató, akit így követek. Tehát ilyen, hát mondanám, hogy szakmabeli, hát hogy nagyjából, akik néha tényleg tök jó dolgokat osztanak meg, ilyen kutatásaik kapcsán, ilyen eredmények, meg cikkek, és alapvetően tényleg ők meg ott vannak, meg hát nem is tudom, hogy Facebookon van-e közülük valaki. Nyilván a Twitter se feltétlenül a legjobb, de tényleg ott ilyen AI kutatók nagyon sokan. Nem tudom, ilyen hát Krisztián Szegedi, meg Andrej Kárpáti, meg tényleg a nagyobbak mind ott vannak. És tényleg néha olyan jó cikkeket, eredményeket közölnek. TikTok fiók. Hát, őszintén szóval nem tudom, hogy én oda mit tudnék föltenni. Elég unalmasak amúgy a hétköznapjaim, tehát de ez nem Tara Shahtumbja sírhelye, mert annak nem ez a logója. Más kérdés, hogy mondjuk más, mindegyikbe érdemes bemenni, azt írták, mert elég jó út van. Hanem ez Tara Shahtumbja. Na hát itt ugye már az a kérdés, hogy menjünk ebbe mindegyikbe, vagy menjünk célzottan oda, ahova kell. Ja igen, para, Andrew Ng is. Az. Ja. Meg Jan Le Cun, a... Mondjuk akit nem követek a... Fú, hogy hívják, mindig elfelejtem, a... Goodfellow. Nem annyira szimpatikus. Nyilván vitathatatlan érdemei vannak, de... Na. Ott van például a Schmidt Huber. Ő is itt van Svájcban. Jogakutató?
Not a good fellow, de igen. Hát... nem tudom, majd lehet, hogy gondolkodok ezen, hogy mit lehetne, de mondom, tényleg egyébként nagyon unalmasak a ilyen értelemben, hogy mit tudom, én írom a cikket, azt nem fordul a tech, és akkor bosszankodok, hogy miért nem. Mert ugye techbe szoktuk írni a cikket. Rettenetes egy valami egyébként. És ott még tényleg kapsz egy hibaüzenetet, és így fogalmat sincs, hogy mit jelent. Tehát sokat nem segít. Na, menjünk be a többi tumba is? Miért nem mennénk be? Kicsit lootolunk. Ja, hogy úgy jóga kutat, oké. De mondom, jóga kutató, tehát a... Alapvetően mondjuk az egy ilyen, hát nem is tudom, orvosi szempontból, vagy nem nagyon értek a jogához. Tehát, vagy ilyen, na, hogy mondják ezt, az a gyógytornász, vagy ilyesmi szempontból érteném teljes mértékben. Stop soros, ez jó gond, jó ötlet. Igen, XRT latek, jaj. Nem szeretem maradjunk annyiba. Nyilván főleg a matekosoknak lett ez kitalálva. Alapvetően. Ezeket az áramozókat deutálom. Ahogy mondtam is, nagyon utálom. Ki is írtotta a kollégákat. Mondjuk a loot nem rossz. Hát, XRT, én nálam hallgató még soha nem írta latekbe a dolgozatát. Én abba írtam egyébként. De én nálam nem volt még szakdolgozó, aki abba írta. Nem is nagyon ismerik ezt őszintén szólva. Tehát mindenki Word-be írja. Ami ugyanúgy szívás tud lenni, persze. Hát... ők tudják.
Oké. Mondjuk legalább van heal, azért dobják elég rendesen. Menjünk erre. Egyetek vissza. Ja, vagy kész. Ha. Hamar végeztek a kollégák. Oké. Jó, itt nincs más. Oké, menjünk tovább. Hát nem unatkozom. Oké, erre gyerünk tovább. Ez nem volt jó ötlet. Nagyon bejolóztunk ide. Van baj. Mindjárt hazamegyünk, mert nincs nálam mana potion. És én akkor mit csináljak? Beragadtam. Jó. Jó. Reméltem, hogy nem kell valami extrém dolgokhoz folyamodni. You must move quickly now, friend, or Diablo is undoubtedly close to finding what he seeks. Find the tomb of Tal Rasha before he frees the Lord of Destruction. Jó. Na, akkor vegyünk föl manát. Úgy tűnik, hogy most ez egy olyan rész, ahol kicsit olyan mana heavy a dolog. New stats, hát... akkor kézenfekvő, hogy adunk a manára egy kicsit. És nagyon örülök, hogy nem ugyanoda rakott vissza.
Na, akkor ezt itt körbe is jártuk. Jó, körbe jártuk. Hát nem mondom, hogy rossz volt a loot, de... Oké, menjünk tovább. Ez Tarashad tombja, tehát ez az igazi. Úgyhogy ide még most nem megyünk, hanem ide jövünk. Na, most jó, mert teljes a létszám. Ilyen mosolygó arc. Vagy mi? Hello, sheriff. Jó estét. Ezek az áramozók tényleg nagyon nagyot sebeznek. Holnap a prendszerek ZH. Hát igen. Mondjuk arra se ártana tanulni, gondolom. Egy picit készülgetni. Nem értem, hogy miért megyek be oda. Miért érzek késztetést arra, hogy oda menjek? Ah, mindig csak a javítási lehetőség. Ez alapvetően fontos. Igen, én is hallgatók mindig kérdezik, hogy lesz-e javítási lehetőség.
De ezt így a fél év elején, amikor még azt se tudják, hogy milyen az éhe, meg a vizsga, meg hogy egyáltalán átmennek-e. Persze fontos, nem azt mondom. Mert... nyilván illik adni javítási lehetőséget, meg hát kell is, nem csak az, hogy illik. Prog 3ZH. Ott most jól tudom, ilyen funkcionális programozás van, ugye? Lisp, aha. Az mi volt, hogy nem bírtam sebezni? Az oké. Igen, az nagy előrelépés, hogy ott az oktató egy igazi programozó. De nem a... Hát igen, mondjuk lehet így is, nem azt mondom, hanem a korábbi Rock 3. De nem akarok belemenni. Itt most éppen nem magamra gondoltam. Kivételesen. De itt van valami, ami... Ez így nem jó, mert... Hűha! Bassza meg! Nincs hampó, se nem mi. Kicsit oda vagyok. Kitől tudok venni ilyen... Így jó, oké. Hú, Serif, ne is mondd. Én nem is akarok feltétlenül olyan különösebben szót fecsé. Mi nem hoztam potiont? Este van, már nem úgy koncentrálok. Szóval, igen. Most még ilyen kis potionok vannak csak. Ja, még. Kell még.
Nem Ninja Yoda. Jó tanulást. Eredményes felkészülést. Mondjuk szerencse, hogy van alapanyag a csontikhoz. Igen, az a baj, hogy ezek föltámasztják mindig a korábbiakat. Oké. Okay. Jó, itt meg kell mondanom, hogy itt sokan vannak. Ne bassza már, hogy ezek egymást is föl tudják támasztani. Na most támaszt föl. Na, lassan jók vagyunk. Őrület. Ugye itt még van egy ajtó. Sejt Adri, akkor ezt most már majd megcsináljuk. De itt mi tört? Ó, oh, már megint egy... Hát van baj megint. Még mennem kell haza. Lassan az a baj, hogy elfogy a... Az időm. Lehet, hogy csak nem kellett volna minden egyes ilyen zébe bemenni. Na, kollégák, akkor csináljuk. Én csak a lútér jöttem. Jó. Potion nem fér be. Jó.
Na hát akkor ezen is nagy nehezen végigmentünk, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Még megcsinálunk egy ilyen. Hát mintha még itt, mintha. Oké. Hát így akkor könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó map. Vagy ilyen böri, vagy mi ez. Tomb. Sírhely. Oké. Okay. Hihetetlen, semmit nem tudok elvinni. Csak pénzt. Jó. Na hát. Úgy tűnik, hogy akkor ez is megvan. Jó. Mindjárt megnézem. Még van 1-2-3. Plusz ahova menni kell. Ugye 1-2-3, nem 4. 4 tomb. Jó. De te hogy hallod az én egeremet, amikor még én se hallom? Őrület. Na. Minden esetre pörgettük ma is. Haladtunk elég sokat. Viszont ma megállunk tényleg. Run. Ahogy mondja is. Jó. Mert... Na majd ezen állítok akkor, hogy ne legyen olyan hangos. Hát az abban, ez az, hogy nem fókuszált a mikrofon. Hanem ez mögötte is hallatszik. Mármint, hogy a mikrofon mögött... Na, értitek? Hát nem beszédre van kitalálva. Annyi a lényeg, és ezt nem tudom így fókuszálni sajnos. Na de hát ez van. Viszont tényleg elköszönök most már. Mert tényleg este van. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem tök jót dumáltunk, amellett, hogy én itt próbáltam haladni is a játékkal. Mindenképp folytatjuk, mert lassan itt az 1-2-nek a végénél járunk, már erősen, úgyhogy lesz folytatás. Nem tudom pontosan mikor, mert most majd lesz egy kicsit nagyobb szünet a streambe. Ugye csütörtök, pénteken még lesz programozás, és még szombaton is lesz programozás, viszont utána hát egy hétig nem. Jó, mert itt az őszi szünetben lesz egy őszi szünet a streambe is. Jó, úgyhogy fogjuk folytatni, csak még most nem látom pontosan, hogy mikor. Valószínű november 8-9, valahogy így. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további kellemes estétek, kellemes hetetek, a hallgatóknak pedig sok sikert az éhákhoz. Sziasztok!